Van-e nagyobb, boldogabb izgalom, mint az első gépkocsi vásárlásra és az első családi kirándulás az újonnan vett kocsival? Ilyenkor persze a vezetés még enyhén szólva bizonytalan, de a kocsi ápolását mintaszerűen végzi az egész család. Megőrültél, Jenő? Tönkreteszed a kocsit? Csak szarvasbőrrel nyúlhatsz hozzá? Jól van, anyukám. Vityó, hozd még egy vödör vizet. Igen, azonnal. Haszi, törözd le az első kereket. Gyerünk, gyerekek, ragyogjon ez a kocsi. Nem is innen, de rusnyatok! Pár év múlva megfordul a helyzet. A kocsi alapos és rendszeres ápolására már ritkábban jut idő. Ezzel szemben fölényesebb, magabiztosabb lesz a vezetés. Az még a kisebbik baj, ha a külcsére nem sokat adnak a gépkocsi vezetők. A nagyobb hiba, hogy sokszor a kocsi szerkezeti részeit is elhanyagolják. Pedig mennyi nyílt vagy rejtett műszaki hiba keletkezhet egy gépkocsin az állandó használat közben. Elég, ha ez a lekopott első kerék durdefektet kap. Vagy ez a kézi fékhúzal elszakadozik. Esetleg ez a kardán csukló szétesik. Vagy ez a hajlékony fékvezeték kiszakad. Kritikus pillanatban már is végzetes baleset származhat belőle. Jenőkém, ilyen cuki kis bikinit csináltattam az olaszországi útra. Legalább két napot töltünk majd Velencében is. Nem bánom, fiam, de én már most megmondom, hogy gondolába nem ülök. Miért? Az éppen olyan biztonságos jármű, mint a mi kocsink. Vigyázz! Gödör! Hova mész, Jenő? Mit tudom én? Csináltad. Mi az? Mi történt? Szétesett a kormány. Szörnyű. Képzeld el, mi lett volna, szembe jön velünk valami. Ilyen kocsival akarsz-e Olaszországba menni? Ne félj, prima kocsi ez. Csak ezt a hibát kell kijavítani. Más baj nincs rajta. Persze ez a gömbcsukló sem véletlenül esett széjjel. Gyakran előfordul, hogy az eltömödött zsírzó fejeket nem cserélik ki, így a zsír nem hatolhat be a kenési felületekre. A zsírzás elmulasztása miatt a gömbcsuklóba por és sár kerül. A bejutott szennyeződés csiszolja és koptatja a gömbcsapot és a gömbcsészét. Az elkopott gömbcsap kicsúszik a gömbcsészéből, mire a kocsi kormányozhatatlanná válik. Csak a kormányrudazat rendszeres ellenőrzésével kerülhetők el a meglepetések. Ajánlok. Kérem, itt tessék aláírni. Megkaptuk az útlevelet. Jó napot. Viszlát. Kitűnő! Augusztus 1-én indulhatunk Olaszországba. Nagy vagy, Jenőkém. Mi ez a másik levél? Idézés a rendőrség. Jesszusom, mit csináltál? Ne jegy meg. Augusztus 5-ére gépkocsi felülvizsgálatra idéztek be. Na, futs az utazásunknak. Dehogy, csak elhalasztjuk egy héttel. Kérem a következő gépkocsit.
Azonnal! Kérem a forgalmi engedélyt és a vizsgálatot. Egy pillanat, már is adom. Mióta jár ezekkel a gumikkal? Amióta megvan a kocsim. Nem vette észre, hogy a futó felett teljesen lekopott? Hé, milyen sima. Tudja, milyen veszélyes ez? Most akarom kicserélni. Még egy rundót lejön, kedves. Nem lehet. Lekésik a vonatot. Daj van, gyerekek, no. Esik az eső. Akkor bőrigázunk az állomásig. Magáé jött kinn az a kocsi? Nem, a sógoromé. Uram, van egy tisztességes ajánlatom. Maga elvisz minket az állomásra is, mi nem leszünk hálátlanok. Esküvőre megyünk, nem az állomás felé. Nyugi. Egy kis kitérővel megoldható. Hmm. Mehetünk, uraim? Gyerünk! Gyerekek, utáns már bőrén! Jó, ez valóságos, felhőpakad el, uraim! Lesz, itt az ajtó! Gyorsan! Gyerünk, Béni, gyorsan ugold el! Nyomás, Jenő, nem szeretnék lemaradni az esküvőmről. Mi is a fava a bőlegény, hát miért nem mondta előbb? Hát, ne ünnepeljük, de muszla meg szárazon, húzza meg, Jen! Helyészségére! Él a bőlegény! Gyerekek, oltári jó kedvem van! Forog velem az egész világ! Velem is! Mi történt, Jenő? Nem tudok megállni, csúszik a gumi! Nekikám mi ez? Mi blízpírt? Mit csináltam, te szerencsétlen? Én semmit! Teltek én arról a csúszós zsadút! Na gyerünk! Tájjanak ki, segítsenek! Na, gyerünk, gyorsan! Gyorsan, nyomj! Nyomás! Nyomás! Siessünk el! Az ilyen gerekekkel könnyen befürödhet az ember. Hát előfordul. Ezeket a gumikat le kell cserélni. Most majd megvizsgáljuk alulról is a kocsiját. Kérem, úgy nézelek erre, hogy ezt még szerelő nem babrálta. Egy autós helyében ezzel nem dicsekednék. Több olyan alkatrésze van a gépkocsinak, mely állandó ellenőrzésre szorul. A rendszeres ellenőrzés kiküszöböli a meglepetéseket, és tegyük hozzá, hogy a jó karbantartás igen jelentős anyagi előnyökkel is jár. A hajlékony fékolajcsövek előregettek, kopottak, ki kell őket cserélni. Ugyan kérem, ezek még a legszebb férfi korban vannak, évekig eljárok velük. Higgy el nekünk, ebből már sok baleset származott. Kapcsolja be a városi világítást. Váltson át tompított fényre. Kapcsolja be a fényszórót. A maga lámpája nem az országutat világítja meg, hanem a nyulakat a réten. Nyuszikám, már csak 10 kilométer, és nem leszünk így kivilágítva. Otthon mit mondtál a feleséged? Hát, kiszállás. Jenőkém, nagy vagy. És szép. A fene egye meg ezeket a gengsztereket. Hát ebben igaza van. Sokan megfeledkeznek arról, hogy a vakító fényszóró súlyos baleset forrása lehet. Éppen ezért, ha szembe találkozunk egy gépkocsival, a fényszórót feltétlenül át kell váltani tompított fényre. Ilyenkor a városi lámpának a tompított fénnyel együtt kell égnie, hogyha a tompított fény kiég, a városi lámpa jelezze, hogy nem motorkerékpár, hanem egy autó halad az úton. Na most jöhet a puszi, már csak egy nyomat motoros közeledik. Tévedtem. Egy teherautó volt, amelynek csak az egyik lámpája égett. Akkor vettem egy új lámpát. Úgy látszik, rosszul állították be. Szíveskedjék előreállni a fékvizsgálóra. Kérem. Nyomj be a lábféket.
Az ön kocsiján a jobb oldali kerekeket nem lehet befékezni. Én nem vettem észre. De a felesége majdnem ráfizetett. Tönkreteszed a kocsimat, amit 3 évig koplaltam. Csak a te kocsid! Szégyeld magad! Én talán nem mondtam le a kis kosztümről meg a fodrászról. Még azon az unalmas szabó főosztályvezetővel is hányszor randevúzgattam, csak hogy segítsen a kiutalásnál. Randevúzgattál a Szabóval? Hát ezt kellett megérnem. Hogy lehet téged cukolni, Jenőké? Hát csak nem gondolod, hogy egy ilyen csinos férmenet érdekelne az a ronda Szabó, ha tudnád, milyen unalmas alak. Te az Istenért, nem menj olyan közel ahhoz a kocsihoz. Ugyan, fiacskám, hol van az még szőlem? Szék is van a világon. Nézd, kigyulladt a stoplámpája. Nézi, hajszára megállok mögötte. Figyelje magát! Minek stoppolja hirtelen? Hogy van jatlan alak? Hogy gondolja? Nem látja, hogy nővel áll szembe? A féket és a lámpákat állítassa be itt a műhelyben, és cserélje ki a fékvezetéket, a főfékhengert és a gumikat. És akkor átmentem a vizsgán, ugyanis holnap Olaszországba szeretnék indulni a feleségemmel. Majd ha ezeket ellenőriztem. Jó, köszönöm. Rohanok! Mit csinált maga szerencsétlen? Fogalmam sincs. Átszakadt a fékvezeték. Képzelje el, ha ez Olaszországban történik. Bevallom a rendszámtábláját. Szereljék le! Hol a kocsi? Hol hagytad? Szóval nem sikerült. Na gyere csak beljebb! Tudtam! Ők legalább megúszták. De hányan vannak olyanok, akik a műszaki hibából származó balesetért életükkel fizetnek?